Adományozó ünnepség Szolnokon. Jó estét kívánok! Ez itt a Karcag Televízió napi hírműsorának a Nagykunsági Híradó különkiadása 2024. november 25-én, melyben Karcag és térségének híreit láthatják. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei önkormányzat dísztermében került sor a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei adományozó ünnepségre. Ott készült felvételeink következnek. Két fontos tényező, két fontos dolog van, amiről megemlékezünk, amiről teljesíteni fogunk. Az egyik a megyei zászló megszentelése, ami a nemzeti összetartozáson, Jász-Nagykun vármegyei összegzését jelenti valamennyiünk számára, hogy egy zászló alá gyülekezünk minden vonatkozásban nemzetünket szolgálva. A másik témánk a Magyarok Kenyere program, 14. éve Jász-Nagykun-Szolnok vármegyébe ünnepeljük ezt a nagy eseményt. Ez a ünnepség is a nemzeti összetartozás egyik fontos tényezőjére vált. Legfontosabb nemzeti összetartozásunk tényezője a magyar föld, a magyar nyelv, a magyar történelmi egyházak. Most már ugye a Magyarok Kenyere program 14. éve megtörténik itt vármegyénkben is. És így úgy gondolom, hogy a továbbiakban a zászló megszentelésével a nemzeti összetartozásunk erejét mindenképpen erősíteni fogjuk. Az agráriumban csak az érhet el sikert, aki jó gazda szemléletével, féltő odafigyeléssel, folyamatosan gondját viseli a terménynek, de akár a jószágnak, az állatnak is. Az adományok nagy mennyiségéből pedig arra lehet következtetni, hogy ezek a gazdák nem csak a termésnek, nem csak az állatoknak, a jószágnak viselik a gondját, hanem a családjukon túl az egész nemzet gondját is kívánják viselni. Ez ad különös jelentőséget annak, hogy a 15 millió búzaszem programban a nemzeti összetartozás és a segítségnyújtás alkot egyfajta egységet. Nagyon is helyes és helyén való ez egy olyan országban, amelynek a területe több mint fele arányban agrárművelés alatt áll. Nem véletlenül említem ezt, egyedülálló ez az Európai Unióban, Európában is. Talán ezért értjük mi jobban magyarok az agrárium jelentőségét, fontosságát, a gazdák szerepét és súlyát, nem csak a magyar gazdaságban, hanem az egész magyar társadalomban is. Hölgyeim és uraim, ahogyan az adományban részesülők számíthatnak a gazdákra, úgy a gazdák is számíthatnak a magyar kormány szövetségére. Évről évre nagy gondot fordítunk arra a kapcsolatra, ami az agráriummal kialakult, a folyamatos egyeztetésekre, a gazdák munkájának a támogatására, az érdekeik Európai Unió szintű képviseletére. Hasonlóképpen segítjük az agrártermékek hazai feldolgozását, bejutását a hazai piacokra, áruházakba, illetve kijutását a külpiacokra. Az idei évben a nemzeti költségvetésből és az uniós támogatásból 1311 milliárd forintot fogunk támogatásként biztosítani, jövőre ez az összeg 1500 milliárd forintra fog nőni. Amikor tehát a magyar agrárium szuverenitásáról beszélünk, akkor annak egyik tartó pilléréről, a gazdákról, a gazdatársadalomról kell beszélnünk. Ez ugyanis a magyar élelmiszernek az egyik alapja. Azi az élelmiszeriparé, amely a 2009-es, 2010-es években a magyar gazdasággal együtt drasztikusan leépült, azóta viszont ismerjük el, egy nagyon komoly teljesítményt ért el. A szomszédunkban több mint 1000 napja zajlik háború.
amikor újfent kiderült, így akár az ellenzék is megérthette volna, hogy Magyarország szuverenitásához milyen fontosak a hazai élelmiszergyárak, illetve a magyar agrárium védelme. Költői kérdés, hogy a velünk szemben állók mikor jutnak el annak a felismeréséig, hogy ez így van. Amíg nemzeti kormánya van Magyarországnak, azt tudom mondani és ígérni, hogy a gazdák érdekeinek van kormányzati szintű képviselete is. Megvédjük a gazdákat az ukrán gabonadömpingtől, épp úgy, mint a területalapú uniós támogatások megszüntetésének a veszélyétől. Nagy öröm ez számunkra, hogy évről évre megállhatunk ennél a pillanatnál, amikor a jószívű adakozók, a gazdálkodók által felajánlott adományok eljuthatnak azoknak a rászorulók, a segítő szervezeteknek a keze alá, akik majd ezt az előre meghirdetett módon az adventi időszakban eljuttatják a gyermekeket, akár a betegeket, időseket, rászorulókat gondozó szervezeteken keresztül azokhoz, akiknek nagy szüksége van rá, hiszen nem biztos, hogy megaratik minden napra a friss kenyér. És a gazdáknak az önzetlen adományozó készsége, amely évjárattól függetlenül, eredménytől függetlenül minden évben megmutatkozik itt a Vármegyében, és talán mondhatom azt, hogy Magyarország szerte, Kárpát-medence szerte az egyik legbőkezűbb adomány Jászlóskun-Szolnok Vármegye gazdálkodóitól érkezik. Ez is erősíti azt a meggyőződésünket, hogy ott, ahol a segítségre szükség van, ott bizony mindig kell, hogy legyenek jószívű adományozók, és ott, ahol a segítségre szükség van, mindig kell, hogy legyen, aki fogja a rászorulók kezét. Én nagyon köszönöm a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szervezeteinek, akár a Magyarok Kenyere Nonprofit Kft-nek, akár pedig a Vármegye falugazdászainak, a Települési Agrárbizottságok vezetőinek, hogy ennek a jószívű adományozó akciónak minden évben az élére állnak és segítenek összegyűjteni a gazdák adományait. Innen is köszönöm Varga Mihály miniszter úrnak, hogy ő is családjával együtt évről évre minden évben hozzájárul a Magyarok Kenyere programhoz, és azt gondolom ez arról a felelősségű is tanúskodik, amit az ország iránt és szülőföldi Jászlóskun-Szolnok Vármegye és Karcag iránt is érez. Az idei évben is a legtöbb mennyiségben búza gyűlt össze, de nagyon sok kedves felajánlást kaptunk, és megint csak büszkeségként hadd említsem meg, hogy második évben is útjára indult a Magyarok Kenyere a Jövőért ösztöndíjprogramunk. Idén már kétszer annyi fiatalnak tudunk határon innen is túl támogatást adni, ők a jövőbe vetett hitünk, és büszkék vagyunk rá egyébként, hogy a programnak Jászlóskun-Szolnok vármegyei támogatottja is van. Ma már nem csak a Kárpát-medencében dolgozunk együtt a magyarsággal, de az idei évben fizikailag is megvalósult a Diaszpóra Segít kezdeményezésünk, melynek keretében a tőlünk távol élő honfitársaink a távolság miatt pénzügyi adományokkal segítik a programot, és ezzel próbálnak a Kárpát-medencében maradt magyarságnak valahogy segítséget és támaszt nyújtani, megköszönve azt, hogy az anyaországra mindig számíthatnak. És az elmúlt két nap találkozásai, hiszen volt szerencsém becsatlakozni a Diaszpóra tanácsülésre és a Magyar Állandó Értekezletre is, mi mind megerősítették bennem, hogy a nemzeti összetartozás az egy vitán felülálló dolog, az egy közös nemzeti cél most és a jövőben is. És büszkén mondjuk ezért mi is újra és újra a Magyarok Kenyere program keretében, hogy éljünk bárhol a világon, mi egy kenyéren vagyunk. Az idei évben is lassan a számvetés időszakához érünk, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy látom a teljes Kárpát-medencei gyűjtést, és ahogy elnök úr is említette, büszkén mondhatom és megerősíthetem, hogy Jászlóskun-Szolnok Vármegye példamutató és kiemelkedő a program keretében is. Egyrészt az idei évben a legtöbb regionális szintű rendezvényt szervezték meg
a legtöbb közösséget mozgatták meg, és mindezt az egyik legkevesebb költségvetéssel, és szerintem ez is fontos. Másrészt biztosan állíthatom, hogy a legtöbb búza megint ebben a térségben gyűlt össze, amit külön köszönök mind a vármegyének, mind pedig a megyei gazdálkodóknak. És azt is ki kell emelnem, hogy nem csak, hogy a legtöbb búza gyűlt itt, de hogy a legnagyobb támogatást kapjuk a vármegyétől a központi megyehatárt átlépő támogatásban is. Legalább 2 kamion mennyiségű liszt fog elindulni a dévai otthon számára, ami az itteni gazdáktól érkezik, és ezt is kiemelten köszönöm. Életet adni az egy csoda. És Magyarországon életet adni és életet kapni az még nagyobb csoda. És nem véletlenül, hogy a történelmi Magyarországnak sokan cipóformát láttak. Egy olyan közös kenyér, amelyben mi mindannyian a búzaszemek vagyunk. 15 millióan. És ebbe a kenyérbe a kovász, a magyar kultúra, a magyar nyelv, az összetartás, ami mindannyiunkat összefog és élettel tölt fel. És itt Jászlajkun Szolnok megyében is, abba a térségbe, amelyet a magyarok imája, a himnusz is megénekel, a kunsági búza, értünk Kunság mezején ért kalász lengettél, valami több az, mint egy egyszerű búzaszál. Nekünk sokkal több, sokkal többet is jelent. És nem az ország leggazdagabb vidéke ez, Jászlajkun Szolnok megye, az Alföld. És nem itt a legnagyobb a cipó, nem itt a legnagyobb a kenyér, de nem is az ad a legtöbbet, akinek nagy a kenyér, hanem az, akinek nagy a szíve. És nem véletlenül itt Jászlajkun Szolnok megyében, ebben a térségben minden egyes évben nagyobb kenyeret, több búzát gyűjtenek össze, mint az ország akár szerencsésebb vidékein. És amikor összegyűlt a búza, akkor mindig van jó lelkű adományozó, és mindig van éhes száj, akin lehet segíteni. És elnök úr is elmondta, hogy sokszor jobb adni, mint kapni. Hiszen adni, segíteni egy jutalom. Egy olyan jutalom, amely nem pénzben, nem értékben mérhető, hanem valami sokkal többen. És itt Jászlajkun Szolnok megyében, itt a megyeháza dísztermében, ahol a települések címerei láthatók, mutatja azt, hogy ez a térség, ez a megye összefog, akkor is, ha öröm, akkor is, ha bánat, akkor is, ha bőség, és akkor is, ha szükség van. A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program több rendezvénye került már ebben az évben megszervezésre, de így karácsony előtt már hagyományos az, hogy az összegyűjtött búzából készült lisztet eljuttatják a Gazdakörök Szövetségén keresztül a szervezők, azoknak a rászorulóknak, és nyilván ebbe bevonják azokat a szervezeteket, elsősorban önkormányzatokat, civil szervezeteket, akik a rászorulóknak tudják ezt továbbadni, hiszen ők látják azt, hogy egy településen, a civil szervezet környezetében kik azok, akik rászorulók.
advent időszakában ugye mindenkinek jól jön ez a kis segítség, hiszen ilyenkor egyébként is a szeretetről szól minden arról, hogy segítjük és támogatjuk egymást. Úgyhogy én köszönöm szépen Karcagváros önkormányzata nevében, a karcagiak nevében ezt az adományt. Eddig tartott mai hírműsorunk a nagykunsági híradó külön kiadása. Találkozzunk holnap is, viszontlátásra!